Körösvárt-Mihály-Szolózat. Hazának rendületlenül légy híve óvaját. Bölcső lesz majd a sírod is, mely ápol, s eltakar. A nagy világon egyívül nincsen számodra hely. Ágyon vagy verjen sors keze, itt élve hallod kell. Ez a föld, melyen annyiszor apáid vére folyt, ez, melyhez minden szent nevet egy ezrevét gyakott. Itt küzdelek, fölérte hős Árpádnak havai. Itt törtek össze rabigát, kunyagnak karjai. Szabadság, itten hordozás méreg zászlóidat, elmúlta meg legjójaink a hosszú hatalat. És annyi bal szerencse közt, oly sok viszhány után, megfogyta már, de törve nem, élvezete hazán. S lépek hazáig nagyvilág hozzá bátran kiállt, egy ezredévi szenvedésnél éltett, vagy halált. Az nem lehet, hogy annyi szép hiába ott a vért, s keserben annyi gyűjtjebben szakadt meg a bobért, lehet, hogy ész, erő és oly szent akarat kiáll a sorvadozzalat egy átossúly alatt. Még jönni kell, még jönni fog egy jobbkor, mely után áldott kívánság ebedez százezer kajtán. Vagy jönni fog, ha jönni kell nagyszerű halál, hol a temetkezés fölött egy ország térben áll. Sírt, hol nemzesüljön el, népet vezik körül, az ember millióinak felében gáz körül. Légy hívve, rendületlenül hazának kormányra. Ez éltető, s ha elmokál, hangyával ezt akar. A nagy világon e kívül nincsen számol hely. Áldjon, vagy verjen sors keze, itt élve, a Jászló urat, a Jászló
közgyűlés alelnökét. Szeretettel köszöntöm dr. Habil Örsi Julianna asszony, a Néprajz Tudományi kandidátusát, valamint Buba László Kardec urat, Humadaras Nagyközség polgármester. Tisztelettel üdvözlöm Bács Kossuth falva, Baszka Madaras és Madaras települések közösségét, a környékben megjelent polgármester urakat, a történelmi egyház a képviselőit, Kisné Sós Ágnes asszony, a karceri tanterület vezetőjét. Tisztelt egyetemeket! A mai napon ünnepelni jöttünk össze. 725 éve 1291-ben említették először településünket ősmadaras néven. Az azóta eltelt időben tragikus és felemelő események váltakoztak történetében, de a település fennmaradt, élt, mert élni akart. Ma, 2016-ban 725 gyertyát kellene meggyújtani és elfújni, Humadaras képzeletbeli portáján. A Humadarasi Monismereti Egyesület Humadaras Nagyközség önkormányzatával, a Református Egyházközösséggel és a József Attila Művelődési Ház és Könyvtár segítségével szervezte meg a rendezvényt, melynek megnyitására felkérem Buba László Albert urat, Humadaras polgármesterét. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégeim! Köszöntöm Önöket Humadaras fennállásának 725. évfordulóját rendezett ünnepségünkön. Köszönöm, hogy elfogadták meghívásunkat, és megtisztelték jelenlétükkel rendezvényünket. Múlt, jelen, jövő. E három gondolat jegyében szeretnék vissza és egyúttal előre tekinteni, hiszen a jelen éppen itt zajlik körülöttünk. Elmondható, hogy a történelem viharai nem kimérték nagyközségünk lakóit sem. Azonban a nehézségek ellenére őseink mindent megtettek azért, hogy élhető települést hozzanak létre. Számtalanszor kellett menekülni szülőföldjükről, de mindannyiszor visszatértek, újjáépítették azt. Ennek emlékére délelőtt a Kun bogyafánál koszorítunk, valamint a redemptus ősök tiszteletére emléktáblát avattunk a községházán. Emlékeink múltunk feltárásában a Kunmadarasi Honismereti Egyesület kezdeményező feltáró munkájára községünk lakói mindig számíthatnak. Ezért külön köszönöm szorgos, áldozatos munkájukat. Nekik köszönhetően a mai rendezvényen múltunk további darabkái kerülnek elő, melyeken keresztül a résztvevők részesek lehetnek történelmi múltunk egy-egy darabjának. Településünk azonban nem csak múltjából él, nagyon fontos a jövőt is építeni. A nagyközséget szépíteni, fejleszteni, hogy a későbbiekben ránk, korunkra is emlékezhessenek gyermekeink. Ezt a célt szem előtt tartva 2015. június 1-én elején önkormányzatunk kérelemmel fordult Szabó Zsolt klímapolitikáért, valamint kiemelt közszolgáltatásokért felelős államtitkárhoz. Kérelmünk, később pályázatunk célja Humadaras község önkormányzat középületeinek energetikai korszerűsítése. A pályázat sikeres volt, így az önkormányzat épülete, valamint az iskola két épülete újult meg, közel 139 millió forintból. Az épületekben hőszigetelést, nyilvánzáró cserét, valamint fűtés-korszerűsítést végeztünk. Az iskola épület műszaki tartalmának megújítása nagyon fontos feladat volt. Mindezek alapján legalább 40 éve halogatott felújítás válhatott, valósulhatott így meg.
A beruházásokkal ugyanolyan fontos volt számunkra a tanulók, a tanárok, a szülők, valamint a községünk lakói részére küldött üzenet. Azaz fontosak számunkra, figyelünk a munkájukra, segítünk nekik, ha kell, gondoskodunk róla. A mai ünnep legyen a megújult iskola ünnepe is. A pályázat benyújtásától a megvalósításáig számíthatunk dr. Fazeka Sándorra, a térség Fideszes országgyűlési képviselőjére, földművelésügyi miniszter úrra. A támogatást, a segítséget ezúton is köszönjük, és a jövőben is élni kívánunk vele. Községünk jövője nagyban függ a volt szovjet katonai repülőtér sorsától. Önkormányzatunk, tüntetés végrehajtási intézet és a belügyminisztérium közös pályázatára jelentkezett, melyen pályázatunk pozitív elbírálásban részesült. Reményeink szerint egy 1000 fős tüntetés végrehajtási intézmény épül fel a repülőtér területén. A megvalósíthatósági tárgyalások folyamatban vannak. Addig is a Magyarország önkormányzatai számára kiírt toppos pályázatok segítségével közművesítenénk a repülőteret. Tovább folytatjuk az önkormányzati épületeink energetikai korszerűsítését. Tervezzük a Kálvin úti óvoda korszerűsítését egy mini bölcsöde kialakításával. Megújítjuk községi tereinket, valamint új közösségi találkozó helyeket hozunk létre. Önkormányzatunk mindent megtesz azért, hogy községünk dinamikus fejlődésnek induljon. Kunmadaras 1811-ben mezőváros lett. 1872-ig megtartotta rangját. Miért ne lehetne az egyik célunk, hogy újra városi rangot kaphasson Kunmadaras? Ezen gondolatok jegyében és múltunkra emlékezve szeretném ezt az ünnepséget megnyitni, de inkább tovább folytatni. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, köszönöm, hogy meghallgattak. Mindig voltak generációk, akik újra kezdték az építkezést.
fölhúzták a templomot, utána a házakat, a községházát, városházát építettek, felújítottak, gyarapították a községet. Én nagyon örülök annak, hogy ez a folyamatos megújulás látható, ennek az eredményéről be tudunk számolni, és különösen 2014 óta, amikor az új önkormány, ez a Szuba László polgármester úr az élen dolgozik, és jó néhány olyan dolog van, amelyről most akár számadást is tehetünk. Mit értünk el, tisztelt hölgyeim és uraim? Együtt a város polgármestere, önkormányzata, a megyei önkormányzata, a kormány. Azt hiszem, hogy nem kell szégyenkeznünk, hiszen ő másfél év alatt elég arra utalunk, hogy az a program, amelynek a neve Kumaras község önkormányzat középületének energetikai korszerűsítése, ez egy teljesen száraz alatt. A valóságban a községháza, a valamikori városháza és két iskola épület felújítását tartalmazza. Bizonyan átért mindkét épületre, aki ide érkezik, a templomot látja, az iskolát és a községházát, és ezekkel a munkákkal haladunk az elmúlt években. Mindegy 140 millió forintos az a program, amelynek köszönhetően a felújítás, mint egy energetikai korszerűsítés, hiszen most ez a lányfői neve ezeknek a programnak elkészült. Láthatja bárki, és büszkeség újra a települések a Rőnyői Községháza, ahol ezt hiszem, hogy egy ügyenlékjelenű épület is, ez mindenképpen számukra az érdeklődése. Szabó Zsolt államtitkár úr ajánlotta fel a segítségét annak idején, ezúttal is szeretném megköszönni az odafigyeléstől, azt mondta, hogy 50 millió forintos keret van, megmaradt egy ilyen központi pénz, jó lenne, hogy olyan önkormányzatok pályáznak, amelyek tényleg nem voltak elég aktívak, nem nyertek, ahol vannak gondok és problémák, hát én azonban arra gondolom, hogy Kumbanvarson aztán van mit építeni, van mit fejleszteni, hiszen előtte 16 év az elég éjséges volt, és polgármester az önkormányzat, a hivatal mutatása, hogy mindenki, aki ebben részes volt, igazán mindaszerűen dolgozott, ebből is látszott, hogy szerintem, hanem a háborús valóság sikerült végül lenyitni. Gratulálok hozzá! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Emellett a program mellett a Szociális Szolgáltatóközpont fejlesztése is megvalósult, ez egy 142 millió forintos program. Szerintem csak volna a bezárás előkészítése, az elvetős rendő kialakítása, mindegyik több mint 40 millió forint összegben. Közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztést értékelő kamerák elhelyezése, tanyafejlesztési program. Ennek a művelődési házak és a könyvtárak energetikai korszerűsítése is megtörtént, még további felújítások is várhatóak. Ez is egy jelentős 30 millió forintos pályázat. Emellett sarkuk a fejlesztések, és ami nagyon fontos, azért hagytam a sor végén, hogy az imetűre a pont megfelelő pillanatban kerül, a református templomnak a felújítása is megkezdődött, ez 62 millió forintos beruházás, a Tiszakai templomok útján programnak a keretében. Évtizedeken keresztül már ez aktuális volt, és örülök annak, hogy sikerült megtalálni a megoldást arra, hogy a jövő épület megújuljon. És nyilván ezt a munkát folytatni is kell. Összességében elmondhatjuk azt, hogy az elmúlt másfél évben mintegy 550 millió forintos fejlesztés valósult meg Kumaragason, több mint amire bárki számított, mi sem gondoltuk volna. Köszönhetően mindenkinek, tervezőknek, kivitelezőknek, a lebonyolítóknak, itt a településen a fejlesztés, a fejlődés ebben a formában is megindulhat. Ez mutatja azt, hogy ha van egy olyan önkormányzat, olyan polgármester, olyan vezetés, amely látja azt, hogy miképpen lehet a lehetőséget megragadni és találkozik a megyei és kormányzati elképzelésekkel, akkor igenis egy nagy községet, egy várost fejlődési pályára lehet állítani. Ez zajlik most is a lapanyag hasznosításával kapcsolatban. Megszületett a döntés, egy jelentős földönépítés fog megtörténni, ott mintegy 250 új munkahely létesül, plusz még ami ehhez kapcsolódott. De más beruházások, fejlesztések, ipar, telepítések is folyamatban vannak. És természetesen folytatjuk mindazokat a munkákat, amelyeket elkezdtünk. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Én mélyen hiszek abban, és azt hiszem, hogy ebben egyetértünk, hogy Kumaragasnak nem csak 225 éves komoly történelme van, amelyre örülünk, büszkék lehetnek. Itt vannak az értékek, régi és új dolgok kiállítások formájában. Láthatunk és valakint komoly programokat is. Nem csak a múltunkre sikeres és olyan, amelyre büszkék lehetünk, hanem a jelen, és az elkövetkező jövő is a közeli jövendő. Ebben az együttműködésben számíthatnak rá, és én is számítok önökre, hogy a települések olyan pályában álljon, egy olyan úton tegyük meg az első lépéseket, amelynek az eredményeként újra
Ázsiai fumadalmas. Ehhez a feltételeket szépen napról-napra tudjuk biztosítani. És akkor azt hiszem, hogy az elkövetkező időszakban is, amikor majd mások emlékeznek későbbi évfordulókon a jelenkorra, akkor büszkén magunkra visszatekinteni arra a munkára, amit együtt végzünk. Én mindezt kívánok jó előtt, jó egészséget, hogy szeretnék még egyszer gratulálni, és hogy ez akkor legyen még emlékezetesen polgármesterünk részére, a Közlési Minisztérium részére átadnék egy emléktárgyat, hogy találjuk, hogyha kiveszem ebből a dolgozkor. Nem túl nagy meglepetés, de egy egyedül álló alkotás, amely Közlési Minisztérium átadásra fogadják szeretni. Az emlékezés, a tisztelet megilleti azokat is,
míg a Jenszk Kulerenció alkalmával 1745-ben a szabadságot verejtékes munkával aranyforintért kellett, hogy megvásárolják. Úgy gondolom, hogy a mai nap folyamán a polgármesteri hivatalban elhelyezett emléktábla egy nagyon szép emléket és méltó örököt hagy arra, hogy ezek az emberekkel tudjunk emlékezni a rendetosokra. A humanitási ember elkötelezett a szabadság mellett, és felelős a közösségéért. És ez a felelősségtudat a mai napig nem veszett el, hiszen számomra is nagy öröm, hogy itt lehetnek a határon túli magyar testvértelepülések képviselői, polgármesterei, és azt hiszem, hogy ez az egymás iránt érzett felelősségvállalásnak egy nagyon szép példája. Személyesen én is köszöntöm Önöket, Isten hozta Önöket nálunk. Tisztelt Önök! Hiszen, hogy Kunmadaras jelenleg bizakodásra a dolgot, ahogy Nézterő szavait is hallhattuk, a fejlődés iránya le van kövezve. Én a megyei önkormányzat részéről is csak azt tudom elmondani és alátámasztani, hogy a terület és a repülésfejlesztés operatív programban nagyon komoly lehetőségei vannak a fejlődésnek, és látszik így a pályázatok megjelenésével és beadásával, hogy a település él is ezzel. Kellő muníciót fog kapni a település ahhoz, hogy még tovább fejlődjön ezen az úton. És hiszem, hogy Kunmadaras jövője is visszakadásra adhatott, hogy a következő 725 évben kevesebb lesz az ivatalos század, hogy Kölcsei Ferenc Csonka metaforáját idézzem, nem kell újraépíteni a települést, nem kell a szabadságot megvásárolni, és csak azzal kell együtt élni, akivel szeretnénk. Kunmadaras erős. Az itt élő emberek közössége erős. És engedjék meg, hogy egyik kedvenc regényemből idézek egy gondolatot, az egyik csillagokból, amelyben Gárdonyi Géza, Dobó István szavait, vagy esetben Dobó István szájába adja Gárdonyi Géza gondolatait, miszerint a vár ereje nem a falban van, hanem a kőben, nem a kőben és nem a falban rejlik, hanem a védők erejében. Ennek fényében kívánok Kunmadaras polgárainak, civil szervezeteinek, gazdasági szereplőinek és nem utolsó sorban vezetőinek is erőt, hogy ők legyenek az erős vár, és mindenki, aki itt él, erős várként, sziklaként építhesse Kunmadaras jövőjét. Nagy tisztelettel köszönöm, hogy meghallgattam. Isten áldja Kunmadarast, Jászlókunk Szolnok megyét és a magyar rendszeret. Isten áldja keresztül. Köszönöm. Amennyiben ez Kunmadarasnak az elmúlt 700
725 évet jelenti, akkor 725 év távlatából visszatekintve elégedettség és büszkeség töltheti el önöket, mert van mire büszkéknek lenni. Ha azonban előre tekintünk, akkor megmutatkozik a pányarokkal és emelkedőkkel teli ösvény. És önöknek, mint a jó sakkozónak, vagy mint a bölcs vándornak, több lépéssel, illetve több kanyarral előre kell gondolni. Hiszen, és tudom, hogy önök ezeket a lépéseket részletesen felvázolták, és a megfogalmazott céljaikat biztos alapokra helyezték. Tisztelt ünneplők! Államalapító elődeink kemény munkája egy erős országot eredményezett. Az összetartozás, az összefogás az, ami megtestesítette a magyar állam egységét. Sajnos a trianoni békeszerződés mindezt meggyengítette. Elődeinkhez hasonlóan, csak egységes gondolkodással, közös nemzettudatunkkal tudunk maradandó dolgokat alkotni. Azonban az egységért tenni kell. Egymással egyet kell érteni, és a közös cél érdekében közösen kell dolgozni. Egységet csak közös bizalomra, kölcsönös tiszteletre és egymásért vállalt felelősségre építhetünk. A mai ünnep méltó alkalom arra, hogy itt és most bejelentsük, hogy Gumadaras és Báskosútfalva egy hét múlva Báskosútfalván testvértelepülés együttműködési megállapodást köt. Kapcsolatunkat még szorosabbá fűzzük, az ősi, történelmi gyökereinket, magyarságunkat szerződéssel erősítjük meg. Mivel a múlt sok mindenre megtanított bennünket, ennek tükrében tervezzük a jövőnket, tovább erősítve ezzel egységes magyarságtudatunkat. Tisztelt gumadarasiak! A település elsősorban itt bőlékül. Abból a meggyőződésből, hogy önöknek feladatok van itt. Ez az önök közössége. Az a közösség, aminek vannak élő és már elment tagjai, ami egyaránt a cselekvésekből, tervekből, emlékekből és megbecsülésre átvett örökségből. Hiszem azt, hogy a kunyőseik kitartó küzdelmeinek emlékéből erőt tudnak meríteni, és az általuk örökül hagyott szívósággal, konoksággal és kérhetetlen magassággal tovább tudják folytatni Gumadaras fejlődését. A megkezdett vándorokhoz kanyarmentes szakaszokat és minél enyhébb emelkedőket. A szakaszokhoz és emelkedőkhöz kitartást, magabiztosságot, erőt és egészséget kívánok minden Báskosútfalvi polgár nevében. Isten éltesse Gumadaras valamennyi polgárát. Köszönöm, hogy megtaláltam. Szerencsénk fogadni egy népes
csapatot Gumadarasról, amikor ünnepeltünk Vacsomadaras fennállásának 600 éves évfordulóját. Beszéltünk múltról, jövő, beszélünk múltról, jelenről és jövőről. A múlt az, ami visszatekintünk, és most részben van olyan eset, amit lehet ünnepelni, van, amit nem lehet ünnepelni. Miniszter úr is tudja, voltak idők, amikor most nem szólíthattuk egymást honfitársainknak, de eljött az idő ahhoz is, hogy itt nem messze Abátszalók város település megszervezésével honosítási esküt tettünk le miniszter úr jelenlétében. Voltak olyan idők, amikor nehéz lett volna ezt megtenni, nem engedték, de utána megengedték. Most az ilyen alkalmak, amikor valaki ünnepel, most mi is már ünnepelni fogunk augusztus utolsó hétvégén, tehát Újbúza ünnepén, ünnepeljük a Madarasok találkozóját. A Madarasok találkozója is onnan indult el, hogy a két madaras találkozó, Vacka madaras és Kun madaras. Ez a két találkozása nem lesz Madarasok találkozója. 11. alkalommal találkozunk a madarasiak találkozó formában. Ez már két körbe elment, és most a harmadik kört is megindította a Vacka madaras, és el is küldtük már a meghívókat, szívesen várjuk, szívesen látjuk önöket, akik tehetik, jöjjenek el Vacka madarasra. Én most további kellemes ünneplést kívánok mindenkinek, jól éreztük magunkat, és jól is fogjuk érezni magunkat. Várjuk Vacka madarasra, viszontlátásra! Köztiszteletet kívánok lelkipásztori szolgálatáért.
megkérem Bubamászló Albert polgármestert a kitüntetés átadására. Kérem dr. Ötvös László Párodőnki a Tánosét, asztalhoz a kitüntetés átadására. Thank you.
sokat ismertek, de kívül. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm ezt a fogadtatást, amiben én részesültem. És de... nagyon boldog vagyok, mert egy tényleg haza, Debrecenben lakom már 25 éve a szeptemberben, az előtt meg 40 évig, de madarasan. És nagyon sok szép élményem van, sok fénykép, tehát ha nézem, a sok gyerekeimet meg sem ismerem, nagyon szépen köszönöm, hogy ilyen kedvesen fogadta, ahogy engem is fogadta. Köszönöm szépen! Hogy nemzetéket tanítottatok, és tovább haladnánk. Alig fél éve ugyanígy találkoztunk önökkel, a hely nem változott, a millió viszont más, önnevi. A Kumodorosi Panismereti Egyesület arra vállalkozott, hogy években megmutatja önöknek módunkat. A gyűjtés során számtalan önzetlen adakozó karuterékkel találkoztunk, megtapasztalva, hogy sok madarasi polgárnak szívügye a munk eszmei tárgyi felkutatása, bemutatása, megőrzése és továbbadása. Dr. Habil Örsi Julianna véleményére szakmai tanácsára mindig számíthatunk munkánk során. Most őt kérem meg a kiállítás nyitásra. Tisztelt jelenlévők, mondom azt, hogy kedves madarasiak, nem először hívtak önök és jöttem, és mindig tele volt ez a terem, vagy a tér, akár ünnepség, akár könyvbemutató, bármilyen rendezvény volt. Szívet melegető ez a látvány. Olyan jó önökkel szembenézni, szempontot is teremteni. Nem csak azért, mert hasonló termetűek vagyunk, vagy alkatúak, hanem azért is, mert ugyanazzal a hullámhosszon vagyunk, ugyanazok az érzések vannak bennünk, a szülőföld szeretete, a városért tenni akarás, a kunsági ember bizalma. Ezen vallomás után akkor néhány szó mondjak erről, ami az itt bemutatott kiállítás kapcsán engem megörvendeztetett. Ma a Kumodarasi Közösség történelmi fordulóját ünnepeljük, már ez elhangzott egy párszor. Kun őseink, akik időközben beolvadtak a magyarságba, nyelvüket is átváltva a középkorban, falu közösségekben élték a mindennapi életüket. Szokásaikról azonban kevés adatunk van, pláne nem tudjuk azokat vizuálisan bemutatni. Mivel azonban az írásos dokumentumok az újkorban megszaporodtak, így különösen a 18. századtól egyre több ismeretünk van a közösség működéséről. Szabályok határozták meg a tanácsok és az egyházközségek működési rendjét, amelyek kihatással voltak az egyes családok, emberek mindennapi életére is. Gondoljunk csak bele! A gyermek a szülői ház után az iskolától kapta a szellemi és magatartásbeli muníciót. Tanítói a híres debreceni kollégiumból jöttek, sok esetben külföldi tapasztalatokkal is felvértezve. Az egyház jelen esetben, főleg a református egyházközség, az egyéni életfordulók minden eseményen szerepet vállalt és vállalt. Végezte az újszülött keresztelését, aki egyúttal az egyházközség leendő tagjává csepedett éveken át. A tanítás során bizonyságot tévén a konfirmációban valóban hozzá is vált. Az ifjak felnőtté válván házasságra léptek, ugyancsak az egyház képviselője és a közösség, a madarasékba került. Fogadalmat tettek, egy-egy életre szólt az ifjú házasok kapcsolata.
volt a családalapítás biztos alapja, és merem remélni, hogy ma is ez. Majd utolsó útra is az egyház képviselői, a család, a rokonság és a település közössége kísérte a másodágra távozót. A temetés tanítással és életszóval zajlott évszázadokon keresztül. Ma már egyes mozzanatok kiszorultak a szertartásokból, leegyszerűsödtek a ceremóniák, pedig mindnek megvolt a maga szerepe, jelentősége. Különösen fontosnak tartom, hogy az egyes ember az egyén csecsemőkorától haláláig közösségekbe tartozott. Nem volt egyedül. Tagja volt a családnak, a rokonságnak, a játszó és iskolatársi és a baráti csoportoknak. Belépett az olvasókörökbe, egyletekbe, lettek bajtársai és sorolhatnak tovább a közösség. Benne élt a falusi, kisvárosi közösségben. Ez egy olyan erős kapcsolatháló, ami biztonságot adott számára a mindennapi élet nehézségeinek elviselésére, de ugyanakkor örömét, sikerét is volt kivel megosztania. Erre mindenkor szüksége van az embernek. Ezt mutatja az elmagányosodott társadalomban a virtuális közösség keresése a világhálón. Nem szükséges azonban ezt a biztonságot a távolban keresnünk. Elég, ha szétnézzük a saját házunk tájéken, azaz erőt merítünk saját múltunkból, elődeink életéből, példájából. A paraszti környezet tárgyai ma már alig-alig maradtak meg a kunsági ember házában, portáján, de talán még a 19. századi fényképezés feltalálása és használata révén emlékeinket őrzik a fotóalbumok, szekrények fiókjai. Ma már a falakról lekerültek a bekeretezett családi fényképek, lassan a fotóalbumok, emlékkönyvek, levélcsomagok is az egészet prédáivá válnak, pedig mennyi emléket, pillanatok őriznek anyáink, nagyanyáink, dédszüleink életéből. Szerencsére vannak, akik nem hagyják elveszni ezeket a dokumentumokat. Ezt mutatja a most megnyíló kiállítás is. A Kunmadarasiból ismereti egyesület felvállalta az értékmentést. Még csak egy-két év van mögött, de már is számtalan tárgyat, fotót, egyéb dokumentumot gyűjtöttek össze a település múltjából. Ebből ad egy kis ízelítőt jelen kiállítás, amely bemutatja az emberi élet hajnalát, az életünk delét és az emberi élet alkonyát. Egy csoport, egy egyesület működésében fontos, hogy jó célt tűzzön ki, legyen karakterisztikus vezetője és lelkesedő, tenni akaró tagjai. Ez itt mind jelen van. Már csak egy, de nem utolsó szereplő kellett az eredményhez, pontosabban kettő, az egyik a melléjük álló városvezetés, a másik pedig a megértő, támogató, adakozó közösség, mármint maguk, önök, Kunmadarasiak, családok, elszámadottak és ismerők. Az összefogás meglátszott a Kunmadarasi kutatásában, megjelentetésében, a rendezvényeken való részvételeken, és ebben a kiállításban is. Vannak itt családi fotók egy-egy ősről, családról, kulturális és egyéb eseményekről, konfirmációs levél, születi mulatság, talán a tűzoltózenekar, első futballcsapat, cséplés, szénamunka, katonaság, csak hogy néhányat mondani. Dokumentumok. Rákai Márton ezermesteri iratai, iparos igazolvány, mesterséget hirdető cégé, gyermekbölcső, és a régi lakodalmak jellegzetes ablakos kalácsa. Az ősöket kimutató ötletes családfa, dr. Kenyeres Inga munkája, már a családi hagyományok és a tudatos
Kutatás Ötvözete azzal a célval, hogy az erődökhöz köthető egy-egy tárgyi emlék, fénykép a mai és a jövő ifjú nemzedékén is hagyjon hír, beszéljen a gazdag történelmi múltról, mindarról, amit érdemes megőrizni, néha-néha felidézni. Becsüljük meg múltunk emlékeit, legyenek azok tárgyak, dokumentumok vagy fényképek. Ha már a lakásból kiszorulnak, hagyjuk oda, ahol ismeretlen egyesületnek, hogy őrizzék, tovább mutassák be kiállításokon, rendezvényeken, írjanak róluk, vagy segítsék a mások honnan érkező nagyfontosság kutatókat. Legyenek azok egyetemisták, vagy tanáraik, vagy muzeológusok, akiknek egy csoportja júliusban fog önökhöz eljönni. Ők könyveket, cikkeket írnak, filmet készítenek, vagy éppen később kiállítás rendezvényt szerveznek, hogy így megmaradt anyagokból, és lejegyzik a szájhagyományokat. Köszönet az adakozó lakosoknak, a helyi honismereti egyesületnek és annak vezetőjének, Lackófúr Bertalannénak, a fotókat kidolgozó, restauráló Vince Miklósnak és mindenkinek, aki közreműködött jelen kiállításunk megvalósításában. Gratulálok a munkájukhoz, lelkes és nagyszámú kiállítási közönséget kívánok. Tekintsék meg a most megnyíló kiállítást, és biztassanak erre másokat is. Csak így tovább, ezzel megnyitom a jelen kiállítását.